Üdvözlöm nézőinket! A Globo magazin vasárnap friss adással jelentkezik. Nézzük az elmúlt napok legfontosabb híreit a megyéből. A gyermekek egészsége programot 2015-ben indították útjára. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének szervezésében a gyereprogram ismét szerencse érkezett április 19-én a Bocskai István Katolikus Gimnáziumba. Az eseményen részt vettek a szerencsi oktatási intézmények diákjai. A projekt keretében a helyes táplálkozás mellett a napi mozgásra is hangsúlyt fordítanak a szervezők. Ezúttal Béres Alexandra, Európa és Fitness világbajnok mozgatta meg a több száz főből álló sportolni vágyót a középiskola udvarán, akik lelkesen végezték a gyakorlatokat. Bekecskösség önkormányzata Tokaj-hegyaljai települések fejlesztésére folyosított rendkívüli támogatásból kívül belül felújította a községi konyhát, lecserélte a polgármesteri hivatal tetejét és közösségi teret alakította ki a településen. Szórakoztató programok várták a fiatalokat a Szerencsi Szakképzési Centrumban április 13-án, hiszen idén is megrendezték a szakmák éjszakáját. A diákokat arról informálták, hogy melyik foglalkozás mit takar, továbbá betekintést nyertek a munkavilágába. Az intézményben divattörténeti bemutatók, hajápolási tanácsadás, fénylegmunkálás, informatikai kábelkészítés és nem utolsó sorban fizikai kísérletekkel találkozhattak az érdeklődők. Várjuk Önöket Borsod-Abolcs-Zemplén megye friss híreivel, érdekes riportjaival vasárnap 16 órától. Nézzék adásunkat online honlapunkon a globotv.hu címen. A viszontlátásra!